Viszavasváritól alig 5 kilométerre található a Fehérszik néven ismert nagy kiterjedésű természetvédelmi terület. A közel 200 hektáron elterülő területet 1977-ben nyilvánították védetté, kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Itt ez egy kiemelten védett terület, a Fehér Eddig is nagyon sokan megálltak a látvány miatt, és azt szerettük volna, hogy itt legyen egy olyan hely, ahol ténylegesen szabályosan meg lehet állni, és el lehet tölteni akár egy pár percet, vagy akár órákat is a madarak és a természet megfigyelésével. Egyes felmérések 41 különböző madárfaj fészkelését bizonyították. Ez a változatos madárvilág jelenti a terület igazi értékét. Emellett számos mocsári növény is található a területen. A szikes tó partjának nagy részét nádas és gyékényes társulás borítja, a legtöbbször szárazon álló területek nagy részét pedig szikpusztai gyep fedi. A tó vízháztartása lefolyástalansága miatt teljesen időjárás függő. A mindegy 100 hektáros szikes tavat a csapadék Víz és a talajvíz táplálja. Mivel a táj védett terület, a turisták is előszeretettel állnak itt meg, így indokoltá vált erre a célra egy pihenő kialakítása. Ez a nyíli mezőség projekt keretében épült meg, 2021-ben kaptuk meg rá a használatba vételi engedélyt. Ugye egy nagy 700 millió felújú pályázatból mi egy kis szeretet kaptunk, egy 15 millió körül került ez a kilátó és a környéknek kialakítása. A dróttal határolt területet a parkoló részt Tiszavasvári önkormányzata kezeli. Rendszeresen kaszálja, míg a tó felüli oldalán a szomszédos telep tehenei legelhetnek, ezzel hozzájárulva a természetes ökoszisztéma fenntartásához. A fehér szik területe költési időben csak engedélyel, költési időn kívül szabadon látogatható.